Csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a tól, és nem nehéz a kasza. Benedek Elek gondolatával indítjuk ezt a műsort, vagy ha a meséhez közelebb akarunk férkőzni, vagy jobban meg akkor a Elek apó gondolatával. Ami azért is aktuális, mert augusztus 17-én volt a halála, és szeptember 30-a a születésének évfordulója. Jó estét kívánok! Önök a Pax Televízió Lélek jelenlét című műsorát játják. A ma esti műsor vendége dr. Harangozó Judit. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Hát, hogy ennek mi köze lesz témánkhoz, azt majd meglátjuk. Amikor én ezen gondolkodtam, akkor arra jutottam, hogy amikor az ember gyereket nevel, akkor a vadhajtásait próbálja úgy leszágatni, hát nálatok úgy mondják, nyesegetni talán, de hogy neked, mint pszichiáternek erről mi a gondolatod, hogy a felénk forduló, nehéz helyzetben lévő emberből vannak-e olyan dolgok, amiket le kell egy kicsit kaszálni, vagy nyesegetni, vagy másképp kell ezt csinálni? Hát egységes válasz erre nincs azért, de azért inkább másképp úgy gondolom. Tehát, hogy a legtöbb embernek nagyon sok gyötrelme van, és nagyon sok fájdalom, stressz, bántalmazás éri, és hogy első körben azért egy nyugalmas, befogadó, elfogadó, szeretetteljes közeget jó körülött helyreállítani, mert ez önmagában gyógyít. Előbb valahogy innen kell indulni. Kicsit menjünk visszább. Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy nagyon sok stressz, nehéz helyzet, kín, kellemetlenség éri az ember, de a másikat is. Mitől lesz ilyen a helyzet, hogy az egyik kevésbé bírja, vagy segítségre szorul, a másik meg tudja oldani magától, vagy nincs is olyan, aki meg tudja oldani magától, csak azt hiszi magáról, szóval nem akarok ebben most belemenni. Mindenféle variáció van az, hogy hogyan definiáljuk, hogyan határozzuk meg, hogy ki az, aki megbetegszik lelkileg vagy mentálisan. Azt nagyon, szintén nagyon nehéz, és orvosilag sincs egyértelműen ez definiálva. Igaziból, aki valahogy elakad az életében, talán én ezt tartanám a legjobb megközelítésnek, mert vannak emberek, akik szoronganak, vagy nem alszanak jól, vagy sok rossz gondolatuk van, vagy éppen hangok, hallásokkal élnek, amit mások nem hallanak, de lehet, hogy élni tudják mégis az életüket úgy nagyjából, ahogy ők szeretnék, és akkor az lehet, hogy nem jut el arra a szintre, amikor valaki betegnek érzi magát, vagy másköt betegnek látják. Többnyire akkor kell segíteni, amikor megakad az élet, amikor nem tudjuk élni az életünket, és akkor esetleg ugyanezek a jelenségek, amik egy másik embernél, hát esetleg kellemetlenségek, vagy olyasmik, ami az ő úgy érzi, hogy a karakteréhez tartozik, az ennél az embernél, aki elakad, aki nem tud kapcsolatokban élni, aki fél kimenni az utcára, akinek nagyon nehéz a toll, és nehéz a kasza is, ugye azok elakadnak, nem tudják úgy élni az életet, ahogy akarják, és akkor kell egy tapintatos segítség, amivel valahogy újra tud indulni a dolog. És ezt inkább tapintatosan kell, mint erőszakkal, vagy erősen. Megakad bennem ez az két szó, hogy nem tud, illetve ez három, nem tud kapcsolatban élni. Uh-huh. Hogy ez, de benne van egy kapcsolatban. Hát mert nem hogy ha nem tud kapcsolatban élni, akkor él egyedül, meg lehet. De ha benne van egy kapcsolatban, és nem tud kapcsolatban élni, az probléma. Az is probléma, igen. De hát most nem feltétlenül párkapcsolatra gondoltam, hanem hogy mindnyájunknak szüksége van emberi kapcsolatokra. És közösségre, valamilyen közegre, emberi közösségre. És hát van, amikor ez nem adatik meg, és az is baj, de van, amikor esetleg lehetne, de az illető már olyan fájdalmakat, bizalmatlanságot szedett össze az eddig életében. Fél a másiktól? Hogy fél. Mindenkitől? Ja, ez azt mondtad, van hogy olyan, bezárkózik, és igen, nem bírja tömeget. Izoláció létrejöhet, uh-huh. És különböző diagnózisokkal is ez összefügghet. Ebben van egy természetes védekezés, tehát ha nagyon sérültem az eddigi
élettapasztalataim alapján, akkor ez egy természetes dolog, hogy igyekszem távolodni, és megvédeni magam, és egy búrát kialakítani magam körül, hogy ne érjenek ezek a sérelmek. De végül is, amikor az ember bezáródik egy ilyen búra alá, akkor meg tovább sérül, mert még se lehet úgy emberként élni. Mert ugye bezártam magam, de igen, kizártam a többieket. Igen. Márpedig az életben a biztonságot az én véleményem szerint a másik ember szeretete adja meg, és ezt igen, semmivel nem pótolható. Igen, tehát ugye ezek ilyen rossz körök, tehát úgy azt mondtam, hogy elakadás, de az elakadás néha ilyen rossz körökben történik, hogy megsérültem, ezért eltávolítom magamtól az embereket, és ettől aztán még jobban megsérülök, még bizalmatlanabb leszek, még kevésbé merek nyitni, és akkor ugye egyre jobban egyfajta negatív spirálon mélyül ez a szituáció, és ilyenkor kell segítség. A spirál mindig azt jelenti, hogy egyre lejjebb és lejjebb kerül. Néha fölfelé is lehet. Igen? Hát a gyógyításban, a segítésben azt gondolom, hogy sokszor úgy látjuk, hogy először meg kell állni a spirálon, vagy ne menjen tovább. De kell húzni a féket, igen? Igen, hogy ne csúszson tovább. És utána azért el lehet indulni fölfelé. Némi munka kell hozzá mindenki részéről. És tehát jön egy elakadt ember. Uh-huh. Mi az, ami megmutatja neked azt, hogy mit kell vele csinálni, mert ugye mindenki más és más. Tehát egyszer voltam egy ilyen természetgyógyász előadáson, egy orvosnő adott elő, aki arról beszélt, hogy a penicillin érzékeny, az neki halálos méreg, és erre mondtam neki, hogy honnan tudja, hogy az, amit ajánl vagy felír a betegnek, az most halálos méreg lesz-e vagy gyógyszer. Erre biztos adott egy választ, hogy... Igen, megérzés alapján, és aha, ez nekem elég kevésnek tűnt, de lehet, hogy így van. Hát erről azért vannak statisztikák, vagy vannak nyilván kutatások már, ami a penicillint illeti, de szerintem az orvoslásban nagyon sok intuitív elem azért van. És a pszichiátriában még több, nem? Igen, hogy van valami olyasmi, hogy ugye az ember akár ilyen gyógyszeres dolgokra is úgy valahogy rá. Hát mert te is írsz gyógyszereket a betegeknek. Én is szoktam gyógyszert írni, ha kell. Ha kell. De hogy is indultunk, hogy az elakadásban honnan tudjuk, hogy kell segíteni. Hogy mi fogja őt kihúzni a kátyúból? Először azt hiszem, hogy az fontos, hogy megkérdezzük, hogy ő mit gondol erről. Tehát az Ébredések Alapítványnál a mi gyakorlatunkban nem úgy kezdődik a munka, hogy diagnosztizálunk, és akkor fölajánlunk egy kezelést, hanem megkérdezzük, hogy ő mit szeretne az életében. Tehát, hogyha elakadt az élete, akkor ő mitől lenne jobban, mitől lenne boldogabb. Tehát, hogy életcélokat keresünk, nem... Ezek a tartalékok, vagy energiák előhívása, mit? Az segíti, de hát abban nagyon segít, hogy ne az legyen, hogy a szakember kitalálja a páciens helyet, hogy neki mit kellene csinálni, hanem a mert páciens... az úgy sem menne. Hát úgy sem fog menni, mert ugye az egy ilyen nyesegetős megoldás, ugye? Tehát, hogy a páciens találja azt ki, hogy ő hogyan szeretne boldogabban élni, és ez nagyon sokat ad nekünk, azt hiszem, nagyon sokat segít utána, hogy ne legyen valami önkényes, tologatjuk előre, csak ő nem akarja, ugye nagyon sokszor a segítés úgy néz ki, hogy átvisszük a nénit a túloldalra, de nem akart átmenni, de mi lelkesen átvisszük. És hogy ez a megközelítés, amit úgy is szoktak hinni, hogy biopszichoszociális, tehát hogy nem a tüneteknél, meg a diagnózisoknál maradt, hanem emberi életekkel dolgozunk, ha úgy tetszik. Ez ebben nagyon segít, és ezt megtanultuk, hogy lehet mégis úgy kezelni, hogy abból utána egy nagyon jó struktúrált segítési terv legyen. Mondok egy példát akkor, jó? Na, az jó lesz, mert én akartam valami ellenpéldát mondani, de jobb akkor lesz a te mondod. Akkor lehet azt is, és hát akkor megoldjuk. Mit azért lehet azzal csinálni, hogy mit tudom, van egy devizahitelem, már viszik el a házat a fejem fölül, elhagyott a feleségem, a gyerekem haragszik rám, az unokák nem állnak szóba velem, de totál csőd. Hát a totál csődben esetleg azonnali segítség kell, tehát hogyha valaki mondjuk egy kötéllel áll a
lámpa vas alatt, vagy akkor nem feltétlenül az a pillanat az, amikor gondozási tervet, vagy rehabilitációs tervet készítünk, tehát hogy akkor ott azonnal egy kríziskezelés van, de mondjuk, hogy nincs itt rögtöni krízis, mert ez egy krónikus helyzet így, akkor ugye az a kérdés, hogy mitől lenne picit könnyebb, picit boldogabb az élet. Igen, és akkor... Hívónk van közben. Nem baj, te csak mondjad. Ja, jó, oké. Okay. és akkor hát valahogy ki kell itt lukadni, mondjuk azt mondhatja valaki, hogy szeretnék karácsonykor legalább meleg szobába ülni a viszonylag békében a családommal, úgyhogy van hús az asztalon, és van mákos beigli. Ez például lehet egy olyan cél, ami egy ilyen helyzetű embernek is megvalósítható némi segítséggel. Megvalósíthatatlannak látszik, aha, de talán némi segítséggel megvalósítható. Igen. De azok na, a jó célok, most... amikben van realitás, tehát hogy egy pár hónapon belül segítséggel azért megoldható. Aha. Van realitás. De hogy? Tehát persze, hogy van realitás, tehát ha előhozható a mákos beigli, de hogyan? Tehát, hogy ti milyen erőforrásokat, vagy hogy mondjam, mert neki kell megoldani, ti csak próbáljátok az ő lehetőségeit felmérni, és azokat előhívni, hogy ezt hogyan? Tehát mondjuk akkor ott tartunk, hogy ez a cél, ezt ő elfogadta, igen, vagy igen, ezt igen. Ő így szeretné, és akkor megnézzük, hogy mik a kulcs problémák, tehát mik a legfontosabb problémák, amik jelenleg ezt akadályozzák. Például nincs pénze befizetni a számlát, nincs esetleg karácsonyra várható, hogy nem lesz pénz. Na jó, jó, ez a realitás, ezek kulcs problémák. De hogy békül ki a családjával? Hát a családdal ugye szinte reális célokat kell kitűzni. Én azt mondtam, hogy békében eltöltenek egy karácsony estét. Ez lehet egy reális cél, és abban családterápia, vagy családi stresszkezelő tréning az, ami segíthet. Tehát ilyen célokat ki szoktunk tűzni, hogy javuljon a családi légkör, és akkor a jelenlegi szint mondjuk a 5-ös skálán, az iskolában osztályozva 2-es, akkor érjük el a 3-ast. De hogy megy ez a gyakorlatban? Így pont. Tehát behívjátok a családtagokat, igen, és ha nem akar bejön? A beteg maga dönt arról, hogy kit szeretne bevonni, és akkor őt általában megkéri a családtagokat, és általában jönnek. Hát ha mert olyan jönnek, családtagokat akkor... kér meg már eleve, akikről feltételező, hogy be fognak jönni, ezért ez általában lehet, bejön, de ha nem jönnek, akkor most tovább? Akkor az nehezített helyzet, akkor esetleg mi megyünk, vagy pedig külön tér egy ilyen közös munkában, hogy hogyan tudjuk bevonni a XY családtagot, akit most még nem tudunk. Tehát ez külön lehet egy ilyen cél, hogy vonjuk. A mi megyünk, az azt jelenti, hogy a kezelt beteg, hogy mondjuk? Kliens, páciens, felhasználó. Tehát ő odaadja nektek valamelyik családtagnak a címét, és ti oda mentek. Nem, azért ez inkább úgy szokott lenni, hogy a kliens beteg pácienshez megyünk, és többnyire akiket ő be akar vonni, azok családtagok. Igen. És ha mi megyünk, akkor azért nagy eséllyel valahogy összefutunk azzal a családtaggal, aki még nem szívesen kapcsolódik be. Legalábbis könnyebb, tehát azért a legtöbb ember meggondolja, hogy elmenjen egy pszichoszakemberhez egy egész családdal. Ez nagyon macerás. Már egyedül is nehezen, mert persze, ugye Magyarországon még vastagon él az a gondolat, hogy miért nem vagyok én hülye. Igen, tehát ezt meggondolja az ember, és pláne egy egész család, és akkor probléma van, kivigyáz a kisgyerekre, nagymamára, kutyára, és így tovább. Tehát ugye ez a mi munkánkban, ezt úgy hívják, hogy közösségi pszichiátria, közösségi gondozás, ez természetes, hogy adott esetben a szakember megy lakásra. Sőt, ezt még jobban is szeretjük, mert igaziból sokkal jobban el lehet érni a hozzátartozókat, meg sokkal többet megért az ember abból az életből, amit ők élnek, mint a rendelőben, ahol mindig egy kicsit olyan mesterséges. Ja, és akkor van a paciens, van a utált családtag, vagy az ellentét a kettő hát között. Mondjuk így, hogy feszült vagy. Feszültség van a kettő között, igen. Van. És akkor most mi van?
Akkor most mi van? Tehát, hogyha eljutottunk oda, hogy mindenki elfogadja, hogy javuljon a családi légkör, ugye? Mondjuk kettesről hármasra karácsonyig. Hogy mindenkinek ez a szándéka, igen. Mert ez a szándék nem mindig van meg. Hát azt, hogy kicsit jobban legyünk egymásra, és ne öljük egymást állandóan, azt azért többnyire könnyen. Ezt szeretnék. Ez nagyon nagy stressz, hogyha a családi élet az ilyen mérgező, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ezt általában elég könnyen elfogadják, és azért is jó, mert ebben akkor mindenki érdekelt. Tehát, hogyha ha valakinek a céljaival foglalkozunk, azért mindig kell figyelni arra, hogy a többieknek ez miért jó. Hogy ne az legyen, hogy csak akit segítünk, a igen, többiek és ha netán amíg az ő célját elérjük, addig átgázolunk a másikon. Így van, és ez nagyon gyakran van azért a segítő munkában, hogy kvázi a klienst segítjük, a többiek meg így egyre mélyebbre kerülnek, mert rájuk támaszkodunk, ugye? Tehát tőlük elvárunk dolgokat, és nekik de várjál, ha rájuk támaszkodunk, akkor jelentőségük van. Hát az a tapasztalatom, hogy azért nagyon nagy áldozat ez a... Tehát többnyire, amikor egy beteggel, egy elakadt emberrel kezdünk dolgozni, már nem most kezdték ezt az egészet többnyire, akkor jönnek, amikor már nagyon... Mikor már teljesen elmérgesedett. Ja, hogy több kezelésen túl vannak. Ja, hogy több segítséghez is fordultak igen, már, és akkor most... sok kudarc van, már régóta feszült a helyzet, vagy visszatérő problémák vannak, és ez elég fontos, hogy mindenkivel valamilyen történjen egy ilyen gondozásban, amitől neki jobb lesz személy szerint. Mert azért ez a fajta dolog, amikor még több terhet rakunk rá, és egyikért dolgozik mindenki, ösztönösen az emberek hát ezt nem tudják úgy csinálni, tehát egy kicsit ellendrukkerek lesznek, nem tudatosan, csak hát ez teher, hát ki az, aki még egy ilyen helyzetben plusz terheket tud. Tehát fontos a mi munkánkban, hogy a kliens és a körülötte élő fontos emberek, akiket ő megjelöl, és akiket reméljük be tudunk vonni, hogy mindenkinek legyen valami jó ebben a folyamatban, amit együtt megtervezünk. Hát jó. Mindenkinek nem tudsz megfelelni, de most egy kicsit megszakítanak, és mindjárt visszajövök. Tehát az előző telefonálunk kettőt az étteremben, de önök, mi nagyon jó el tudunk beszélgetni, de azért zavarjanak nyugodtan a 0680-205-184-es önök számára ingyenes telefonszámon, illetve akinek mindenkinek vannak problémái, de aki nem akarja a tévé nyilvánosságával megosztani, az hívhatja a 116-123-as lelki elsősegély telefonvonalat. Tehát úgy próbálunk valamit csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Ez már reménytelennek tűnik így első látásra. Én, te szereted a reménytelen, szereted a kihívásokat? Én finom, nagyon szeretem, igen. Én tudom, nem véletlenül kérdeztem. Igen, igen, egy jó gondozási tervvel nagyon sokat lehet előre haladni ebben az elakadásban. Tehát az nagyon gyakran van, hogy egy család azt szeretné, hogy jobb legyen a légkör, vagy ne legyen súlyos vita, vagy jobban érezzék magukat egymással, kibírjanak együtt egy hetet nyaralásba. Vagy. Tehát ebben mindenki általában érdekel, de azért más ilyen célok is vannak. Lehet, hogy Béla szeretné, hogy elmehessen lányokkal ismerkedni, és legyen erre pénz. Az anyuka meg azt szeretné, a Béla viszont elmosogatna. Ezek ugye nem feltétlenül könnyen összeegyeztethető célok. De várjál, esetleg... most az anyuka magához szeretné láncolni Bélát? Vagy... Nem tudjuk ezt még. Ja, hogy ez még ilyen tapogatózás korszak. Az anyukák bizonyos házi munkának örülnek. Ugye? Hogy a fiúk elvégzik? Igen. Uh-huh. Szóval én nem tudom, ez most egy fiktív történet, illetve nem is fiktív, mert volt már ilyen, de akkor mondjuk egy olyan kompromisszumot keresünk, hogy anya adna jobban, tudom én, valami zseppénzt, vagy többet, vagy Bélának, ha Béla részt venne a házi munkában. Ebben aztán még lehet tárgyalni, hogy esetleg ő után mosogatni, de szívesebben porszívózik, vagy tehát valami kompromisszumos, kölcsönös előnyöket jelentő megoldást keresünk. Bocsánat, a mondat így hangzik, ami az eszemben van. Szeressük azt a gyereket, ne zsaroljuk. Ez, igen, de akkor lehet, hogy ez, mert ez egyébként a segítőknek volt az ötlete. Azért úgy gondolom, hogy egyfajta
közterviselés, vagy hogy a család kölcsönösen előnyös megoldásokért dolgozzon, annak sok előnye van. Erre egyébként szintén van egy módszerünk, egy ilyen probléma megoldó technika, amivel ők maguk dolgozhatnak ki ilyen jobb döntéseket. Tehát, hogy tulajdonképpen jogos kritikát fogalmazom meg, mert igaziból ennek a kimunkálásába is azért inkább a családtagokat szoktuk bevonni. De mi ez? Mert most földobtad, és mindenkibe villognak. Igen, hogy mindenkibe villognak a kérdőjelek, ez egy nagyon jó módszer arra, hogy nézzék tovább a műsort. Igen, de... igen. Akkor majd a végén fogod. Igen, szívesen is küldjük az érdeklődőknek, és pont is van az Ébredés a kapitány holnapján, csak kell keresgélni egy kicsit. A probléma megoldás az éppen abban segít, hogy egy beszélgetést szabályoz, amikor meg akarunk beszélni egy helyzetet, ami lehet egy kicsi probléma, vagy lehet egy nagy probléma is. A legtöbb ilyen beszélgetés azt hiszem egy családban, meg egy munkahelyen is úgy sok ponton tud kisiklani. Például a családban azt mondjuk, hogy csináljunk valamit együtt a hétvégén, ugye? És akkor mi lesz ebből? Én azt mondom, menjünk a Balatonra. A férjem azt mondja, hogy hát én inkább mennék moziba, és akkor elkezdünk arról beszélni, hogy de én nem akarok moziba menni, olyan jó idő lesz. Ugye már is összevitatkozunk. Még mielőtt egyáltalán átbeszéltük volna, hogy még milyen ötletek vannak. Mert lehet, hogy egy harmadik ötlet lenne, egy konszenzusos. És tulajdonképpen ez a módszer struktúrája, hogy először ötleteket gyűjtünk, és előny-hátrányát megbeszéljük ezeknek az ötleteknek. És mondjuk egy házi munkaelosztást is így lehet csinálni, hogy mindenki elmondja a véleményét, és akkor valami módon az erősségek, gyengességek megbeszéléséből jön ki egy döntés. Ezt nehéz egyébként spontán használni otthon. Ezért ezt nagyon erősen segítjük a közös családi munka során. De ebből tud az kijönni, hogy az a másik tipikus helyzet, amikor valaki mond valamit, ugye, amit az előbb is idéztem, hogy menjünk moziba, de az nem jó, mutka és milyen rossz volt az a film, ugye? Tehát még el sem mondta az ötletet, már lefújtuk. És ennél a kis munkalap, amit ilyenkor ki is lehet tölteni, itt elég fontos, hogy ne fújjuk le az ötletet, hanem előbb gyűjtsük össze, beszéljük át együtt, és azután döntsünk. Na most megakasztalak egy pillanatra, ha beleegyezel, akkor meghallgatjuk a hívót, jó? Hallgassuk. Jó, oké. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket! Köszönjük szépen! Szintén üdvözöljük, igen. Köszönöm szépen, én is. Lengyel Imre vagyok, hatósánosomból. Szeretnék, mint a kollégája mondta, egy tartalmas beszélgetést szeretnék én is valóban Önökkel. Igen. Amennyiben, hogyha lehetséges. Ez nem tudom, lehetne egy hosszú távon egy kicsit beszélgetni, mert... Kezdje el, és aztán meglátjuk, jó, kedves Imre? Igen. Én nagyon sok beszélni való volna. Én ugyanis egy Isten küldött ember vagyok. Én igen. Azt mondom, hogy hát ezt a világot meg lehetne menteni, a saját életünket meg lehetne menteni, egy úton. Jézus Urunk az út, igazság és az élet. Bocsánat, Imre, közbe kell szólnom. Igen. Ez egy személyre szóló műsor, tehát ha önnek van olyan problémája, amit szeretne a doktornőnek elmondani, azt lehet. Jó? Hát, már mivel kapcsolom, milyen probléma? Valami párkapcsolati, családi, személyes életével kapcsolatos probléma, ami most foglalkoztatja. Hát, én nekem egy problémám van, hogyha ez a pénzvilági rendszer. A pénzvilági rendszer? Ez áll az utamban, mert nem csak ez az utamban, minden ember útjában ez van. Az ezért a baj, erről sokan mondjuk, hogy nagy a baj, hogy a világot a pénz irányítja. Ez baj. De ez baj. Önnek mi a problémája a pénzzel? Az, hogy a pénz nem Istentől való. Az ember Isten a teremtményébe állítja elő, és itt ez a nagy probléma. Na. Az ember az egyet kirabolja. A földet is kiszipolyozza, minden, kirabolja, minden. Mert a pénz igen. Irányítja a világot. De önnek személyesen mi a gondja a pénzzel? Hát nekem az lehet, én őtön ember vagyok, a pénzért nem tudok az egyetbe helytállni, mint ő senki se, szerintem. Mert hogy nincs, vagy túl sok van. A kivándorlások, a pénz miatt van ez minden.
Ebben ne menjünk bele politikába, jó? Maradjunk az ön személyes pénzes, az ön és a pénz kapcsolatánál. Tehát azért, mert nincs pénze, vagy azért, mert túl sok pénze van? Nekem nincs pénzem egyáltalán, munkanélkül vagyok. Aha. Hát a szakmám jó, az nagy általánéztő, intézőre ütem fel, öten testvérek, hát most itt van vagyok. Most az én feladatom, de csak ide térek, az én feladatom a világ felfabrikálása, a lelkvilág is, a fizikális világ is. Az ember jövőjé kap mindenki kivétel nélkül. 0%-os munkanélküliség legyen. Hát csak azt tudom mondani, maga is szereti a kihívásokat, ráadásul a reménytelen kihívásokat. Hát, ezt nem, a doktornőnek kellett volna elmondani, puff, na most ezt belefutottuk. Nem reménytelen. Hite van mindenkinek, hitvilágéletet kell élni mindenkinek, nem pénzvilágéletet. Ez egy különböző fogalom. Így van, ez két különböző fogalom. Jó, hát innen csak azt tudom mondani, hogy kívánom, hogy anyagi gondjai megoldódjanak, és tegye tovább, amit jónak lát, mert ez egy, hogy mondják, ez egy elkötelezettség, ami mellett egy küldetés, ami mellett maga vagy elkötelezte magát. Igen. És ez nagyon jó. Csak az a lényeg, hogy ebben együtt jól érezze magát a bőrében. És hogy megtalálja azt a lehetőséget, hogy ehhez a megfelelő anyagi hátteret is meg tudja teremteni. Hát én úgy tudtam mondani, hogy hát én is mindenkihez tartozok, mint hogy mindenki mindenkihez tartozok. Isten gyermeke vagyunk mindannyian. Így van, mindenki mindenkihez tartozik. Igen. Nem mindenki tartozik mindenkinek, már ha az anyagi részét nézzük, de az előző mondat ez rendben volt. Köszönjük igen. Szépen. Köszönjük szépen. Jó szegát, gyarok. Jó éjszakát, minden jót kívánok. Köszönöm szépen én is. Tehát a probléma megoldásról beszélünk. Igen, igen. Uh-huh. Tehát ott még van egy fontos elem, amiben más egy ilyen probléma megoldó beszélgetés, hogy az is egy tipikus hiba mondjuk egy családi vagy más helyen történő megbeszélésnél, hogy nem csinálunk tervet, hanem olyan gondolomformán mennek a dolgok. Bocsáss meg, térjünk vissza egy picit. Igen. Tehát az egyik azt mondja, hogy menjünk a Balatonra, a másik azt mondja, hogy menjünk moziba, milyen rossz volt a film. Na most emögött lehet, hogy évtizedes feszültségek mennek egymásnak. Hát ezeket általában egy ilyen probléma megoldó lap az úgy kezdődik, hogy próbáljuk a problémát a lehető legjobban letisztítani. Tehát, hogy ne legyen... Világosíts föl, mert ez aztán hát, végképp az, nem legyünk megy. Hát, hogy boldogok, azt úgy nehéz kezelni. Azt, hogy mit főzzünk vasárnap, az könnyebb. Ja, hogy a legyünk boldogok, az egy meglehetősen távol cél. Meg egy összetett dolog, tehát az nagyon sok apróság. Nagyon nehéz aha. kezelni. Ból áll össze, mert igen. Mindig valamilyen konkrét irányba kell előre haladni. Tehát egyszerűbb dolgokat igen. veszünk előre. És hát általában akkor egy családban mondjuk... Ezt is meg lehet beszélni, hogy akkor most miről fogunk itt, vagy pontosan mi is a probléma, vagy mi a cél, amiről beszélgettünk. És ez azért együtt szoktuk gyakorolni, és többnyire azért megy, mert mindenkinek van rengeteg kis problémája, meg kis célja, és inkább ezekkel kezdjük a munkát. Tehát mi legyen ebéd vasárnap, azon jobban meg lehet tanulni ezt a dolgot, hát, vagy hogy éppen kimosogasson el. Nem, ez a mondat probléma. Jut eszembe, nem tudom, hol olvastam, a leghosszabb zarándoklat is a legelső lépéssel így kezdődik. Van, így van, és ez fontos része a segítő munkának, hogy ezek a nagyon távoli, nagyon szép álmok, célok, ezek fontosak, de azokat azért ilyen kis lépésekre kell bontani. És ugye most több minden elhangzott, hogy a anyuka szeretne mosogatást, Béla szeretne szórakozni, járni, akkor például ezek olyan dolgok, amikkel már egy ilyen technikával előbbre tudunk jutni, hogy hogyan tudna Béla szórakozni menni, hogyan lesz ez pénze, és akkor így ez a beszélgetés tud segíteni abban, hogy jó kompromisszumok köttessenek. És nagyon egyszerű, tehát ötletbőrze van, utána előny-hátrány elemzés, közös döntés. Ez például áthidalja azt, hogy a legtöbb családban egy-két ember dönt.
a többiek nem is jutnak nagyon szóhoz. Hova menjünk, moziba, Balatonra, akkor már ugye a többiek 20 másik ötlete az nem jön nagyon be, mert már összevesztünk az első kettőn. És hogy ebben a probléma megoldó beszélgetésben viszont mindenki elmondhatja a véleményét, mert hogy hát így struktúráljuk a beszélgetést. És akkor hát egy másik nagyon nagy értéke a közös döntésen és a előny-hátrán jellemzésen felül, hogy megtervezzük, tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy majd a Balatonon elmegyünk a moziba. Ugye ez már is egy jó kompromisszumos döntés. Akkor ezt a mindennapokban én sokszor tapasztalom, hogy valamit megbeszélünk, hogy majd elmegyünk a hétvégén ide vagy oda, és akkor a szombat délelőtt megkérdezem a férjemet, hogy akkor tankoltál a kocsiba, meg azt mondja, és te nem vettél vonatjegyet? Ez biztos ismerős, ugye sokszor van ilyen, hogy tulajdonképpen nem beszéljük meg adókat, és nem tervezzük meg, és akkor azt gondoljuk, hogy ő majd biztos azt fogja csinálni, hogy vettél lyukot, hát arról volt szó, hogy lyukleves lesz, és te nem vettél. Tehát, hogy ez egy kicsi dolog, ez a probléma megoldó módszer, de nagyon sok hétköznapi feszültséget lehet vele áthidalni, csökkenteni. Nehézsége az, hogy tehát ezt rávenni egy családot, hogy ezt otthon használja, az nem olyan könnyű. Ebben sok, sok dicséret és bíztatás szükséges, de ha néhányszor használják, az a tapasztalatom, hogy utána már akkor is jobban megy otthon a dolog, ha nem használják a lapot. Tehát egyszer csak átalakul egy másik minőség. Mi a szemléletváltás? Mi ez? Igen. Megtanuljuk a másikat? Megtanulunk másképp együttműködni, úgy gondolom. De nem tanuljuk meg a másikat, csak megtanuljuk, mert ez egészen más. De meg kell hallgassuk egymást. Tehát emlékszem, hogy volt egy régen egy család, ahol a lányhoz mentünk ki, akinek egy súlyos pszichiátriai problémája volt, és akkor már jó ideje, úgy jó be volt gyógyszereve, és úgy otthon feküdt, és hát előtte ő így elkoborolt, és ebből bajok lettek, és azok, akikkel akkor ő összeállt, azok betörtek a családhoz, mindenüket elvitték, rablás, fegyveres rablás volt. És akkor otthon volt vele az édesapa, aki majdnem vak volt, és hát őrizte, nehogy megint ilyen baj legyen, és iszonyú depressziós volt az apuka. Igen. És tulajdonképpen mentünk, és akkor hát az derült ki, hogy itt hát a lányal nincs is olyan nagy baj, ő volt a beteg, ugye? Az apuka az nagyon nagy bajban van, és akkor hát a célok, amiket ugye kitűztünk, a gondozási célok, az a lány esetében valami, ő szeretett volna egy-két jó cuccot, ilyen ruhát, hogy tetszen a fiúknak. Az apuka meg szerette volna, hogyha tudnak enni a hó végén. És hát ezt azért a többiek is szerették volna. És a kulcs probléma, amit ott elemeztünk, az ugye az volt, hogy az apuka fél, hogy újra rablás lesz, ezért ő otthon van állandóan, hogy őrizze a lányt, és hogy olyan depressziós, hogy nem képes semmit se intézni, pedig ki kellene eladni a lakást, nem tudom miket intézni a bankban. És akkor hát ugye a gondozási tervben nyilvánvaló, hogy egy ilyen krízisben élő családban a probléma megoldó módszer az nagyon hasznos. Mert tehát ez egy ilyen kríziseket sorba tudjuk vele kezelni. És elkezdtünk arról egy ilyen probléma megoldó beszélgetést, hogy mit tehetnek az anyagi dolgokban. És akkor az derült ki, hogy a lány van egy csomó jó ötlete. És az apuka pedig még soha nem vette észre, hogy van egy lánya, akinek vannak gondolatai. Nem vette ember számba? Inkább azt mondanám, hogy nem. Felnőtt. Hát ő úgy érezte, hogy minden az ő vállán van, tehát ő a családfő, és neki kell megoldani, és egy ilyen iszonyú súlyt érzett magán, és az össze is nyomta őt. És olyan érdekes volt, hogy egyetlen egy beszélgetésben kiderült, hogy csak attól, hogy nem egyedül gyötrödött és hozott döntéseket, hanem hogy
hogy a lány is elmondhatta, hogy ő mit gondol. Kiderült, hogy ez a lány lehet, hogy nem feküdne ott az ágyba egész nap, ha valaki megkérdezné, hogy mit szeretne, és mit gondol, és milyen ötletei vannak. Másfél pedig, hogy igazi partner tud lenni az édesapának. De most emberként kezelni, vagy felnőttként kezelni, vagy igen, hát miről szól ez konkrétan? Aha, mind a kettő? Igen, de ez nagyon gyakori máshol is, hogy hozzá vagyunk szokva szülőként, hogy egyedül visszük a terheket, és nem veszük észre, hogy közben fölnő a gyerekünk, aki már partner tudna lenni. Szerintem elég gyakori dolog. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy betegnek tekintette a lányt, de ő maga is inkább így össze volt omolva ebbe az egész nagy problémába, és az ő saját depressziója is akadályozta, hogy tudjon a lányjal kooperálni. Tudod, hogy nekem a borzalmas ebben, hogy most elekapóra visszatérve azt gondolja az ember, hogy te mesélsz. Uh-huh. Márpedig ez nem is olyan ritka történet. Nem minden sztálában egyezik, persze, de nagy vonalúan kezelve az egészet, nem ritka történet. Nem, és egyáltalán kell hozzá betegnek lenni, vagy betegségnek lenni, hogy ezek jól működjenek. Tehát egyiknek se kell betegnek lenni ahhoz, hogy ez a helyzet előálljon. Így van. Mi is használtuk már az én családomban probléma megoldólapot otthon. Tehát, hogy ezt mindenkinek érdemes használni, mert egyszerűen azok a körök, amikbe be tud ragadni egy családi működés, ahol esetleg mindenki szenved, mert sok áldozatot hoz, és sokat belerak, és mégsem egy új kört tudunk ezzel nyitni. És nagyon sokszor a gyógyulás az új körök megnyitásával lesz. Mi is használtunk otthon a családban. Erre most valószínűleg nem lesz időt, hogy elmondjad, mert rövidesen szünet van. Akkor a következő részt ezzel kezdhetjük? A saját hajlandó vagy róla, igen? Még végig gondolom a szünetbe. Jó, hát akkor kaptál egy kis lehetőséget. Köszönöm. A gondolkodásra. De mindenképpen, ami nekem ebből lejön, hogy a szülőnek mekkora a felelőssége, hogy mennyire telepszik rá a gyerekére. Itt de ez már nem kaszálás, ez hengerlés. De sokszor nem is vesszük észre, tehát hogy van egy csomó olyan dolog, amit elfelejtünk átadni, elfelejtünk. De várjál, akkor most vágjunk bele egy picit abba, hogy hogyan lehet ezt észrevenni. Uh-huh. Hát szerintem egy ilyen jól szervezett családi beszélgetésben rájövünk. Na de ahhoz beszélgetni kell. Igen, a családtagokkal egymással. Ez fontos. Ez alapvető. Ez alapvető, hogy üljünk le beszélgetni, és közben ne menjen a telefon, a tévé, az internet és minden. Tehát egymásra figyeljünk. Igen. És a másik, hogy adjunk ki információt magunkról, és hallgassuk meg. Te az a magamról kiadott információ kiszolgáltatottá tesz. Azt, hogy én mit szeretnék, nekem mi esne jól, és mi bánt. Ez kiszolgáltatottá tesz, a másik vissza tud vele élni. Uh-huh. A családban? Igen, ez akár a te ott. Élményed. Én azt gondolom, hát lehet, hogy az én ezt most így nem gondoltam végig. Jó, ha kösz. Már belemáztunk. Hát kijött belőled a pszichiáter végre. Jó, van. Szóval én egyszerű dolgokra is gondolok, hogy van egy ilyen alapsztori, hogy valaki mindig a házas pár, már 40 éve házasok, és a kenyér végét az asszony mindig odaadja a férjének, mert hogy azt ő nagyon szereti, és szeretett. Ezt én akartam mondani, na jó, mondjad azért tovább. De fene enyemek, hogy mindig nekem kell megenni a veknit, mert ő úgy utálja, ugye? Tehát, hogy legtöbbször, ha kiadunk információt, sokkal közelebb jutunk ahhoz, hogy mindenki jobban járjon. Uh-huh. Ha nem mondjuk el, hogy bocs, de én nem szerettem a veknit, te mi lenne, hogy nem azt tenném, tehát, hogy akkor ugye lehet, hogy mindketten, vagy biztos mindketten jobban járnak. Hát mert a történet ugye arról szól, hogy a feleség szerette a serclit, vagy a veknit, és azt gondolta, hogy a férje is, és ezért ővel lehetette 10 éven keresztül, mire 10 év után kibukott, hogy én utána, amikor a férje azt mondta, hogy na most már elég, ugye? Ez így körülbelül van. Így néz ki. És mind a kettő áldozatot hozott, ugye, a másikért, egy a olyan másikért. Áldozatot, amit a másik nem igényelt. Igen, igen.
Hát most rövid szünetet fogunk tartani, lehet, hogy ezzel kezdjük, de majd meglátjuk. Hát a szünet alatt még sok minden megfordul, gondolom, benned is, meg bennem is. És hát, mit tudom én, belenyújtunk valahogy a lecsóba, nem tudom. És hát mondottam, mi most rövid szünetet tartunk, utána jövünk vissza. Köszönjük, hogy eddig is velünk voltak. Kicsit többet zavarhatnak a következő részben, de bocsánat, nem kívánom önöket, hogy mondjam, kritizálni, mert hogy ez nem az én tisztem, és akkor nem sokára visszajövünk. Te boldogságod az én dolgom. Az én boldogságom a te dolgod, hangzott ezzel valamikor, nem tudom milyen régen, az én számból ebbe a televízióba, amit Kroll Zsuzsa, ha emlékeznek rá, biztos van, aki emlékszik, így fejezett be. De ha te nem hagyod, hogy boldoggá tegyelek, akkor én, ha megfeszülök, akkor sem tudom megcsinálni. Jó estét kívánok! Önök a Pax Televízió Lélek Jelenlét című műsorát látják. A ma esti műsor vendége dr. Harangozó Judit. Szervusz, üdvözlek újra! És ugye a végét volt ez a történet a serszülővel. Igen. Mennyire jön össze ezzel, amit én most bevezetőnek mondtam? Összejön szerintem. Hát valószínűleg úgy tudunk jól szeretni, hogyha a másik megmondja nekünk, hogy hogy szeressük őt jól. Tehát, hogy nem könnyű ezt kitalálni. Néha ez a Sercli történet is arról szól, hogy még sok-sok év szeretetteljes kapcsolatban sem mindig értjük azt, hogy a másik minek örül, neki mi okoz boldogságot. És hogy ez a beszélgetés meg a család, ez fontos dolog, hogy elmondjuk, hogy nekünk ez jó esik. Nekünk ez rosszul esik. Mert nem mindig tudjuk, még a legnagyobb szerelemben, áhítatos kapcsolati helyzetekben is sokszor van az, hogy az ember valami egész más gondol a másik szükségletéről. Tehát arról, hogy ő neki mi a boldogság, mi jelentene boldogságot. Tehát, hogy kell, hogy beszéljünk erről. Na és akkor visszatérhetünk erre, hogy nálunk is volt már probléma megoldó lap a család? Igen. Hát a konkrétumban nem mennék bele, de nem is először kamasz gyerek konfliktus helyzet volt, ahol tényleg úgy gondolom, hogy bele ragadtunk egy rossz körbe, amiben indulatok voltak, és mindenki rosszul érezte magát, és amikor ezt meg tudtuk beszélni ezzel a probléma megoldó technikával, akkor a gyermekünk javasolta azt, hogy ha elindul egy helyzet, egy ilyesmi helyzet, akkor tartsunk szünetet. Az mit jelent? Elköltözik arra az időre? Nem, hanem mondjuk egy pár óráig nem beszélünk erről, mert hogy akkor mindenki le fog higgadni addig, uh-huh. És nem indulatosan folytatjuk, és ezt tudtuk tartani, és meg tudtuk ezzel oldani, mert hogy egy pár óra múlva vagy másnap, már mindenki leülepedett. De bármilyen most a kamasz gyerek mind a két szülővel, vagy az összes családtaggal, hát, vagy... Nem emlékszem, de... Jó, csak hogy... Úgy gondolom, hogy minden családban vannak ilyen rossz körök, hogy te azt mondtad, de én ezt mondtad, és anyádat, és a te anyád, és a... Tehát amikor ugye az indulat útján elindul egy ilyen spirál, és azt hiszem, hogy nekünk is valamilyen dolog volt, és akkor... Az nagyon érdekes volt, hogy pont a legfiatalabb résztvevő ebben a körben, ebben a rossz körben, ő neki volt az a javaslata, megoldása, amit elfogadtunk. Ez most a harag rossz tanácsadó, vagy miről szól ez alapjában? Az indulat az rombol, az agresszió az rombol, de az is rombol, ha nem mondjuk ki, ami minket bánt. Van egy ilyen mondás, hogy az elfogyott indulatok ellenőrizetlenül fognak kitörni. A
kár és esetleg testi betegségben is megjelenhetnek. De Magyarországon azért inkább az a arra van hagyomány, hogy vagy lenyelem és szenvedek, és persze belül örlődöm valamitől. És adott esetben megbetegszem, igen, megbetegszem, vagy egy másik helyen kiengedem, ugye? Autóba beülök, és ott aztán dudálok, és káromkodom. Miért rúgok bele a kutyába, amikor hazaértem? Igen, meg a az ember a legkönnyebb ellenállás felé hat. Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy ami úgy leginkább bevett kommunikációs kultúra, vagy szokás, az, hogy a lúzerség, hogy nem szólok, eltűröm, velem meg lehet csinálni, és közben belül így gyötör engem ez a dolog. Vagy aztán mégiscsak beszólok, és na most már jó, megmondtam neki a magamét, és az meg ugye azért többnyire túlő a célon. És a probléma megoldás mellett, amit mi igyekszünk minden családba, és mindenkinek, aki hozzánk betér, vagy bejut tanítani, az egy másfajta kommunikáció, mégpedig az a kommunikáció, amikor szavakkal mondom el azt, ami érzek. Tehát ahelyett, hogy már megint mit csináltál te szemét ember, ehelyett azt mondom, hogy ez engem nagyon-nagyon földühített, hogy most nem üt eszembe mi, de mondjuk, hogy kivágta a fát a mi udvarunkon. Tehát, hogy ezt is lehet úgy mondani, hogy engem ez nagyon-nagyon feldühített. Nagyon bántó volt a viselkedésed. De dühített is, ugye? Uh-huh. Azért az dühít is az embert, hogy lehet az én fámat kivágni. És akkor ez a különbség az, hogy elmondom azt, hogy engem mi dühít, de nem vagyok vele dühös, és nem mondok neki olyanokat, hogy maga egy szemét, vagy te egy ilyen, meg olyan vagy, és majd ezt fogom, meg azt fogom csinálni. Igen, ez a baj, hogyha az indulatunk elvisz, akkor olyan dolgokat mondunk, amit utána bánunk. Tehát bánunk, mégis sok volt, nem hozzá. Kellett. Hát az, hogy mihez van jó, ebben nem menjünk hát bele, mert az... Hát mi csodád, meg a... Jaj, hát az felmenőket színe, az zsákutca. Ez nincs jogunk, és igaziból vissza is üt, mert ez is egy spirál, egy ilyen negatív spirál, hogy... Tehát ugye otthon nagyon jól tudjuk ezt gyakorolni, hogy nem főztél ebédet? Miért te nem tudsz főzni? Egyszer te is főzhetnél. Hát te vagy a nő, semmi se értesz, főzni legalább. Igen? Jó, akkor majd most nem főzök, és te meg majd vasad ki a nadrágodat, és akkor anyád még erre se tanított, meg csak azt akartam jelezni, hogy... Előbb-utóbb az ősök előjönnek. Ja, és akkor igen. Anyámat szídod, és a te anyád az még arra se volt képes, tehát 5-6 mondat váltással tulajdonképpen el tudunk jutni egy nagyon súlyos kapcsolati krízisig, amikor a te anyád, meg a te, én anyám, meg a... Na most állítalak meg egy pillanatra. Igen. Judit szerintem elevenébe vágott nagyon sok embernek, úgyhogy itt a telefonszám 0682-205-184 az önök számára ingyenes szám, és azt gondolom, hogy azért szóljanak már közben, nem? Hát, illetve hívhatják a 116-123-as lelki első segélytelefonszolgálat számát. Most, ha már megállt, remélem vissza fogsz találni a... De igen. Én is mondok egy történetet, piac, állunk sorba, elém áll az illető, a veladó rám néz, én mondom, hogy kiszolgálja, és akkor elkezdi exkuzálni, vagy nem? Én mondom neki, hogy kezdi csokolom, maga lát engem? Azt mondja, látom. Mondom, a franc egyemek pedig azt hittem, hogy láthatatlan vagyok. És erre elkezdte exkuzálni magát. Mondom, ne exkuzálj magát, ha nincs ez a történet, az a poén kimarad. Hát ez egy ügyes kerülő. Tulajdonképpen mi volt a probléma, hogy nem vett téged észre? Hát igen, ez igen. Egyébként a piacon rendszeres, már sokszor ez is fordult, hogy azon gondolkodtam, hogy láthatósági mellénybe kéne menni, hogy észre legyenek. De hát ugye ezeken a helyzeteken lehet legjobban begyakorolni ezt a harmadik utas kommunikációt. Úgy hívjuk egyébként, hogy asszertív kommunikáció. Hogy harmadik utas? Ezt hát egy kicsit fordíts még le. Nem a lenyelem és a lúzer vagyok, meg a nyúlbéla. Hanem valamilyen... Nem is ők agresszív, és nem harapom le a másik fejét,
hanem úgy közötte van. Mert most akkor mi van, hogy a humor az egy hárítás? Humor az, és sok mindent át lehet hidalni, és az ember jól el tud vele szórakozni, de alapvetően nem tudom, hogy... Tehát lehet, hogy én azt mondanám, hogy ebben a helyzetben, hogy hát jogom van ahhoz, hogy ön kiszolgáljon, vagy szeretném, hogyha ide figyelne. Hát egyébként mondom, az eladó az nem is nézett, tudta, hogy ez a helyzet. Tehát nem... Hát jó, ez egy egyedi és jó megoldás, úgy gondolom. De azért nagyon sok helyzetben, hogyha nagyon elkenjük, vagy elhumanizáljuk, akkor egy kicsit a lenyelős, az egy kicsit a lenyelős irányba megy. A gyomrunkban benne marad valami gombolc? Gombolc meg, hogy nem érünk a jogainkkal. Tehát jogunk van ahhoz, hogy mondjuk egy üzletbe a pénzünkért kiszolgáljanak, tisztelettel beszélnek, odafigyeljenek, köszönésünket fogadják, vagy esetleg köszönjenek, és tisztességes árut kapjunk. Ugye ezek jogérvényesítő helyzetek, amikor mi bemegyünk valahova és vásárolunk valamit. Tehát ezeket várhatjuk tulajdonképpen az eladóktól. Vannak jogos elvárásaink, igen. És akkor ilyenkor nagyon egyszerű, mert ezeket kell kérni, hogy ezek valósuljanak meg. És ezt sokszor úgy látom egyébként, hogy probléma, tehát például megyünk valahova, és azt mondjuk, hogy ne haragudjon mondjuk a pincérnek, hogy ne haragudjon, hozna egy étlapot. Ugye ez már a lenyelős, rosszul kezdődik. Tehát a úgy kezdek egy helyzetet, amiben nekem jogom van, hogy a pincér kiszolgáljon, hogy ne várjak 20 percet, mire odajön, hogy ha szólok, akkor megforduljon, és akkor úgy kezdem, hogy ne haragudjon, akkor ugye már is alá megyek, és kvázi elősegítem azt, hogy ő meg úgy csinálja, mint a szívességet tenne nekem. Tehát nem udvarias vagyok, hanem lúzer. Lúzer. Uh-huh. Ez lúzer. A lúzert azt szerintem nem kell lefordítani, a vesztest jelenti, igen. Igen, és akkor utána egy darabig lúzerkedem, és ez aztán tipikusan úgy végződik, hogy na ide se jövünk többet, kifelé menet. Mert addigra már fölturboztuk magunkba kellemetlen élmény. Ja, ez a nyuszika, meg a róka, vagy hogy van ez? Hát, hogy a róka megy a nyuszikához fűnyírót kérni? Igen, igen. És közben mondja maga, a nyuszika úgyse fogja föl, stb. És hogy végződik. Reméljük, mindenki ismeri a... Igen, úgyhogy ezt nem kell végigmondani. Igen, 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 de ez is abszolút tipikus, és hogy úgy gondolom, hogy mi ezeket a gyógyításban is használjuk, de mindenkinek ajánlatos ilyenekkel foglalkozni, mert ez a lelki egészség egyik most, legfontosabb. Most akkor azon gondolkodjunk egy-egy helyzetben, hogy mikor játszom el, vagy vagyok lúzer, vagy mikor vállalom be a lúzer szerepét, mert az nem biztos, hogy én az vagyok, csak úgy gondolom, összetéveztem az udvariasságot a lúzerséggel. Hát a jó kommunikáció arról szól, hogy egy kicsit gondolkodom, mikor van egy helyzet, és végig gondolom, hogy miért is jöttem én ide? Azért jöttem én ide, hogy vagy azért megyek én most itt az úton az autóval, hogy jól mindenkit kioktassak, és ökröt rázzak, dudáljak, és levezessem a feszültséget, vagy szeretnék valóban eljutni. Tehát végig lehet gondolni, ki kicsoda a történetben, és ebben milyen szerepet játszom. Igen, és mi a célom, és milyen jogaim vannak, ez a két kérdés fontos. Na hát akkor most meghallgatjuk. Hallgass. Van egy hívónk. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok, Gábor vagyok. Üdvözlöm, Gábor! Jó estét! Hát én szeretnék kérdezni a hölgytől egy pár olyan dolgot, ami mondjuk a mindennapi életben elég aktuális lehet több családba is, aztán itt a hogy mikor és meddig lehet feszíteni a hót itt a szereplőknek, most a szereplőket idézőjelben téve, tehát a férfinek és a nőnek, például konkrét élethelyzetről beszélünk, ugye, amit tetszettek említeni az előbb, hogy a férfi éppen hazajön valahonnan, és akkor otthon a helyet fogadja, és akkor mikor és mit lehet, hogyan lehet feszültséget legyűrni magunkból, és hogy másikat ne bántjuk meg. Kérdésem mégis ennyi lenne, hogy ebbe segítsenek már egy picikét. Nagyon jó kérdés, azt hiszem ez a kérdése kérdése, hogy ezt hogy lehet legyűrni. Tehát azért egy picit mindig érdemes várni, amikor egy helyzetben vagyunk, akkor sokszor még át se gondoltuk, hogy mi az a helyzet, és nekünk mi rossz ebben. Már ugye ugrunk, és beszólunk, és... Pontosan. Igen, tehát hogy valamennyire el kell jussunk a jó kommunikációhoz oda, hogy az indulatunkat kicsit
Tehát, hogy számolunk ötig, ahogy szokták mondani. És akkor ez a mi a célom és milyen jogaim vannak, ez minden helyzetben jó elindulás. Tehát tulajdonképpen egy családi kapcsolatban azért fontos arra is gondolni, hogy célom azért az, hogy a szeretet megmaradjon köztünk, vagy ha már sérült, akkor fejlődjön. Nagyon ritka, hogy egy család életben csak a mosatlan, vagy a vacsora, vagy a bevásárlás fontos, és sokszor azt hiszem, hogy ha végig gondolnánk, hogy mi is a célunk nekünk, mint családtagnak, akkor sokszor rájönnénk, hogy lehet, hogy nem kell ekkorát durranni ennek a háztartási konfliktusnak, ha arra is tudunk figyelni, hogy a szeretet azért ne sérüljön. Igen, de viszont miért van az, hogy mindig azt érezzük, hogy nekünk van igazunk? Ugye, hogy a másik, akivel éppenséggel a párunk, az esetben lehet férfi, nő, teljesen mindegy, hogy mindig a saját igazát hagyja mindenki. Tehát, hogy gyakorlatilag abban az adott helyzetben ugye nem tudom megbizonyosodni arról, hogy miért éppen a más, tehát, hogy igazat adni a másiknak, na ez a legnagyobb, hogyan lehetne ezt megtenni? Vagy mi az ehhez vezető út, mert nyilván könnyű ezt elmondani, csak mondjuk, ha a helyzet van, ugye ezt meg kell akkor tudni élni, pláne akkor mondjuk, hogyha adott esetben gyerekek, illetve gyerekek vannak a környezetben, ne adj Isten. Ez valószínű, hogy már akkor egy ilyen negatív spirálon mozgó kommunikáció, tehát amikor úgy sértegetjük azért egymást, és akkor az a jellemző, hogy mindenki csak arra emlékszik, amit ő neki mondtak. Arra, hogy arra ő mit mondott, arra rendszerint nem emlékszünk, mert a saját sebeink hát erősen fájnak, és akkor ugye ilyen adok-kapokon keresztül. Így van önöknél is? Hát szokott így lenni, persze, a saját példámról nyilvánvalóan arról beszélek, nem a ismerősömről, persze magamiről beszélek. És nagyon nem esik jól nekünk egyébként ez a dolog, én úgy gondolom, sőt a magam részéről nagyon-nagyon-nagyon meg szoktam bánni, már úgy mondom, hogy mikor az ember kimondja ezeket a negatív jelzőket, szavakat, már akkor bánom, de viszont már visszahozni nem lehet. Tehát, hogy nem tudom, mi lehet ennek a módja, hogy az ember, tehát ezt elkerülje, tehát én már nagyon sok mindennel próbálkoztam, illetve ebben a vagyok, csak hát akkor lehet, hogy én már nem van a probléma. Hát, hogy tehát, hogy indulatosan reagál, amikor belép egy ilyen helyzetbe, és ezt nem tudja fékezni? Azt mondjuk, hát ezt is mondhatjuk, igen, vagy indulatosan van már hozzám dúlva, és arra már nem tudok nyugodtan. Na de álljunk meg egy picit, a doktornő azt mondta, hogy 5 másodperc. Tehát én azt mondtam valamikor, hogy a jó kapcsolat alapja, hogyha bármi problémám van, azt ott és azonnal. Ennek a híve vagyok én is, csak hogy ezt úgy mondom, hogy normális kereteken belül már nem lehet ugye megbeszélni, mert én a megbeszélés híve vagyok, de mondjuk, ha olyan párja van az embernek, aki adott esetben nem erre képes, vagy nem képes erre, akkor mi a teendő? Már akkor ott kell volna, hogy mi esetben most persze hát volt, de... Hát ilyet nem mondanék, tehát a kommunikáción lehet javítani, és egyébként figyelmükbe ajánlom, az Ébredések Alapítványnak vannak ilyen tréningjei, szombat-vasárnapi tréningek is, amire bárkit szívesen látunk, és én magam, az én családom és az én gyerekeim is jártak ilyen tréningre, mert hogy ezt ugye azért lehet fejleszteni, ezt a képességet, és nemrég egy barátnőm, aki ilyen 50-es éveiben járó orvosnő, ő is eljött erre a tréningre, és azt mondta utána, hogy miért kellett nekem 50-valány évig enélkül élni. Tehát egy nagyon tulajdonképpen kis tanulással jelentősen előre lehet ebben haladni, és könyvek is vannak erről az asszertív kommunikációról. Tehát én úgy gondolom, hogy ha már egy ilyen elmérgesedés indult el a kapcsolatban, akkor valóban meg kell várni, amíg lehiggadnak, és nyugodtan leülni erről beszélgetni egy, ahogy így emlegettük, ezt a probléma megoldó beszélgetést, hogy tudnák ezt megváltoztatni és elkerülni. De az akut helyzet, az aktuális helyzet, amikor belépek és ideges leszek, és mondom, ott valóban azért el kell jutni oda, hogy ne harapjak. Tehát, hogy egy picit várjak, és akkor próbáljam végig gondolni, hogy mi a célom ebben a helyzetben. De nem, az volt az érzésem, hogy nem erről szól a történet, hanem arról, hogy az ő indulatossága fog engem is indulatossá tenni. Nem jól értem, Gábor? Hát én erre is így van, pontosan ezt mondom, hogy
ahogy... Tehát én nyugodt vagyok, amikor belépek, de miután ő így szól hozzám, azonnal... Tehát így fölhergel, és egyszerűen, amikor már abban a stádiumban ugye eljut az ember, illetve eljutok, már nem vagyok ura önmagamnak, tudom, gyakorlatilag ezt tudom elmondani, és onnantól kezdve viszont már én vagyok a hibás az ő szemébe, hogy miért vagyok én ilyen. Holott én nem így keltem, nem így léptem be a házba, nem így jöttem be a beszélgetésbe. Hát akkor, igen, de mindegy, akkor is lehet ezt az asszertivitást használni, tehát az asszertivitás nagyon kemény kommunikáció, csak nem indulatos. Tehát azt mondhatom, hogy ezt nem tudom elviselni többé, hogy így beszélsz. Hát ezt sajnos mondom, illetve ezt érzem, csak ugye gyakorlatban ez nem ennyire egyszerű, hogy ezt mondom, mert ettől ez még van. Bocsásson meg, azt mondta, hogy ezt mondom, aztán azt mondta, hogy ezt érzem. Ez nem mindegy. Itt arról szól a történet, hogy kimondom az érzéseimet. Igen, tehát hogy ahelyett, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, és mit képzelsz, tehát azok a mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy te milyen vagy, mit csinálsz, és hogy azok mindig agresszív mondatokba szoktak kifutni, és akkor hogyan kéne ezt megfogalmazni? Hogy magamról beszélek, hogy nekem ez nagyon-nagyon fáj, nagyon elviselhetetlen, és hogy én úgy érzem, hogy nem is tudok már, ezt nem bírom ki. Ez egy kemény mondat. És mikor mondjuk oda, hogy én ettől függetlenül téged szeretlek? Hát azt gondolom, hogy az is az én érzésem, tehát hogy én nagyon szeretlek, de ez borzasztóan meggyötör, és szeretném, ha tudnál ezen változtatni, mert tönkre megy a kapcsolat. Tehát hogy lehet agresszió nélkül igaziban az ember sokkal keményebb tud lenni nekem. Néha azt mondják a munkatársaim, hogy én milyen kemény vagyok, pedig én azt hiszem, hogy soha nem szoktam kioktatni, vagy rendre utasítani valakit, de azt mondom, hogy csalódott vagyok, hogy nem voltál ma itt a munkában. Szeretném, ha ez többet nem fordulna elő. De ez arról szól, hogy az igazsággal szembesülni kemény dolog. Csak azt akartam ezzel illusztrálni, hogy az asszertivitás az nem puhaság, hanem egy igazi keménység, mert nincs utána, nem lehet belekötni, hogy hogy beszélt velem, meg mit képzel. Tehát ez egy olyan módszer, amivel végül is nem bántom meg, de mégiscsak érvényesítem az én szempontjaimat. De most ehhez a másik partner részéről intelligencia azért némiképpen szükségeltetik, vagy úgy egy normális... Intelligencia sose hátrány. Hát a legjobb együtt tanulják, tehát hogyha a kapcsolatban ilyen nehézségek vannak, akkor együtt változni, az mindig könnyebb, vagy együtt tanulni ezt, hogyha akarnak változtatni a dolgon. Hát de igen, az egyik fél is változtathat. Ez nagyon gyakori, hogy bele hergelődünk egy olyan helyzetbe, aztán, ahol mi is agresszívek leszünk, és akkor attól fogva már, hát tulajdonképpen a másik úgy érzi, hogy mi csináltuk, ugye? És egyébként mindig ránk fogja, illetve az én példámat mondom, illetve azt jelenti, hogy mindig ránk fogja, és én azt gondolom, hogy én alap esetben nem vagyok egyébként egy agresszív, de viszont ha egy helyzetbe belehoznak, és már pontosan mondjuk ő, akkor eléggé azzal tudok válni, mármint, hogy az indulat kijön belőlem, pontosan. És ezt már elmondta neki is? Hát ezt nem tudom neki elmondani, mert ezzel hergelem, illetve ez csak a lovat teszi arám, hogy így mondjam. Hát nagyon nehéz ez a dolog, és mondjuk most, hogy hallgatod, bekapcsolt a műsorba, és az 5 perces hallgatás után hívtam föl neked, mert szerettem volna egy pár mondatot ejteni erről a dologról, hogy hogyan lehetne ezt mondjuk kicsit megváltozni, én szeretnék, tehát én nem vagyok egyébként, de nem biztos, hogy mondjuk ő a párom ezen van, hogy ezt szeretné. Itt az alapvető kérdés ugye az, hogy ő is szeretne ezen a kapcsolaton javítani. Mert most ezt kérdőjelezte meg. Hát én ezt kérdőjelezte. Igen. Na akkor elég nehéz nekem ezt, hogy ebben viszont akkor meg... Miért vannak ezek az állandó feszültségek, hogyha mondjuk ő már nem szeretne se engedni ezt a dolgot, akkor ezt mégis lehetne közölni a másikkal, és akkor, akkor meg főleg nem beszekedni, nem? Az a helyzet, hogy most nem akarok elvenni a kenyeredet, de itt a probléma arról szól, hogy van neki egy otthonról hozott mintája, ami úgy van beleégetve, hogy azt onnan csak tűzavassal lehet kiirtani. Hát én azt mondanám, hogy szelíd szóval, tehát az egyik fél változtat, a másik is másképp reagál.
Én azt tapasztalom, hogy amikor ilyen indulatos kapcsolat van, azért ott van érzelem. Tehát az nem egy kihűlt kapcsolat, csak egy negatív spirálon mozognak a szenvedélyek, és mindenki nagyon szenved. Ezt mondjuk át tudom írni, és elismerem, mert tényleg, tehát én, amikor mondjuk csúnyán viselkedek, beszélek vele, én utána azonnal meg tudom bánni. Tehát én azonnal készen lennék egyébként a kompromisszumra, viszont ő aztán nem. Hát én tovább is azt gondolom, hogy tanulni lehet ezeket a dolgokat, és hogy valahogy nyugodtan, ha le tudnának ülni erről beszélgetni, mondjuk akár házon kívül, tehát egy olyan helyen, ahol mások is vannak, mondjuk egy presszóba, vagy kávézóba, vagy étterembe, ahol az ember általában nem kapcsol rá egy ilyen kommunikációra, mert ott azért úgy viselkedik, és elmondani, hogy ki mit érez, ugye azért a... Amikor kiengednek az indulatok, a másikban általában mély sebeket hagynak, és ez őre is vonatkozik. Tehát, és így mindketten tulajdonképpen egymást tudják bántalmazni, és a bántalmazás olyan sebeket ejt, ami utána nehezíti azt, hogy nyitni tudjunk. Hát legfőképpen ezt mondjuk szerintem gyerekkorban kell, mármint hogy tínédzserkorban érdemesen erről azért pár szót ejteni, hogy hogy is működnek ezek a dolgok majd, ha felnőttök. Ugye, mert az ember gyakorlatilag a saját kárán tanulja meg ezeket a dolgokat, és sok tehát kapcsolatokon keresztül, mire eljut arra a szintre, hogy talán majd azt mondjuk, hogy mit tudom, 40 évesen tudunk úgy viselkedni a partnerünkkel, hogy az mondjuk normális legyen. Az már egy nagyon jó eredmény, ha 40 évesen már tudunk úgy viselkedni, én ezt gondolom, de neked ebben jóval nagyobb tapasztalatod. Teljesen iskolában egyszer volt módom tanítani erdőiskolában a kisgyerekeknek ezeket a kommunikációs módszereket, és pillanatok alatt megtanulják, és szívesen is használják, de hát... Az a baj, hogy azért a közeg, amiben élnek a gyerekek, az meg könnyen nem ilyen. És akkor azért visszaáll a dolog, nem elég pár napot tanítani. Ja, na de azért ez, ha emlékezetes voltál, az később visszakszem. Igen, tehát hogy az nagyon érdekes volt negyedik osztályban, hogy az egyik kislány azt mondta a tanárnőnek, hogy Kriszta néni ezért a jó mondatodért a Judit nénitől az én voltam, kapnál cukrot. Ez egy hihetetlen tudatosság, nem? Igen. Milyen partner... Hát érdekes, nagyon. Partnerként kezelte, tehát hogy ezt az új kommunikációt nagyon gyorsan lehet megtanulni, és egyébként én is azt gondolom, hogy a matematika vagy más tantárgyakból további lexikális tudásnál nagyon sokkal többet érne, hogyha ezekkel és a probléma megoldással többet lehetne foglalkozni. De sose késő elkezdeni. Hát ebben ennek teljesen irodalmat, hogy nem akarok én nagyon-nagyon belemenni ebbe egy lelkileg, de mindenre tanítanak bennünknek valószínűleg gyerekkorunkban, csak arról nem, hogy hogyan éljük, ugye? Tehát hogyan viselkedjük a párunkat, azt mondják, hogy akkor hozzuk otthonról. Tehát ha kimegyünk hoztak fel otthonról, azzal mondjuk elég nehéz kezdeni, nem? Igen, hát az iskola azért sokat tud segíteni, ahova az én gyerekeim járnak, egy budapesti középiskola, ott például volt olyan helyzet, ahol a tanár mérges lett, tehát van ilyen, mert hogy egy levelet küldözgettek a gyerekek az osztályba, és elkezdett felemelt hangon, szóval kiabálni. És akkor azt mondta, hogy add ide a levelet egy fiúnak, aki azt mondta, hogy nem adom, és nincs joga elvenni. És akkor a tanár ettől aztán még idegesebb lett, és még jobban kiabált, és erre 10 gyerek kiment az osztályból, és így lett vége az órának. És ez egy olyan érdekes helyzet volt nekem, mint szülőnek, mert az én lányom, ez már elég régen volt, abból a tantárgyból egyáltalán volt jó, és rögtön az a rettegés jött bennünk, hogy úristen, neki miért kellett? Egyébként ő írta a levelet, de nem nála kapták el. Miért kell neki kimenni, ebből csak baj lehet. És annyit tanultunk abból, ahogy ez az iskola ezt kezelte, mert hogy megkérték, van ilyen évfolyam vezető tanár, megkérték a 10 gyereket, hogy írják le, hogy mi a problémájuk, és mit szeretnének kérni. Tehát pont egy ilyen kommunikáció. Na, mi történt? Az én kislányom, persze, hogy ő írta a levelet, és persze, hogy ő írta először alá, megint rettegést tört ránk, hogy meg fogják buktatni, meg izé. És tanárulat is megkérték ugyanerre, hogy fogalmazza meg, hogy mi a problémája, és mit kér az osztálytól. És utána volt egy megbeszélés, ahol a
tanár, az évfolyamvezető tanár, két gyerek, na, ki lett az egyik, hát hogy ne az egy kislányom, és azoknak a két szülője vett részt, és ott megbeszélték, hogy kinek mi a problémája, ki mit kér a másiktól, és akkor a gyerekek képviseletében elmondták, hogy nekünk az a problémánk, hogyha kiabál velünk, akkor az nekünk megalázó, és azt szeretnénk kérni, hogy ez soha ne legyen. És meg tudtak ebben egyezni. Na, és akkor még mindig gyanakodtunk, hogy úristen, még mi lehet ebből, és aztán a szalagavató báron, ami már jó pár évvel később volt, ez a tanár föl is kérte a lányomat, és nagyon jól ott táncoltak, és két jeggyel jobb lett ebből a tantárgyból. Tehát, hogy nagyon könnyű azért egy újfajta dolgot csinálni, és az mindenkinek nyertes helyzet. És én azt gondolom, hogy mindenki mindenhol tud egy ilyet elkezdeni, mert hogy nagyon sok ilyen reflex van bennünk, egyszerűen ilyen rossz kör, hogy azt mondjuk, hogy úgyse lesz jobb, meg csak így megy a világ, és hogy kell megpróbálni, kell egy mindenkiben egy ilyen kis civil kurázsi, hogy megpróbálunk egy új módszert. Hát Gábornak pontosan ez a gondja, hogy nem találja ezt a bizonyos új módszert, vagy ha úgy tetszik, a kulcsot a feleségéhez. De hát ehhez kell egy kis sok kitartás, türelem, és hát és azért a szeretet se baj ott van. Ez nem. Okay. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Jó éjszakát kívánunk. Akkor meghallgatjuk? Hát hogy nem. Oké, okay. Jó estét kívánok. Jó estét. Jó estét kívánok! Jó estét! És csók! Halló! Hallom! Doktornővel szeretnék beszélni. Én is hallom. Doktornőt szeretném megkérdezni, hogy hol lehet megtalálni, mikor, mert volna komoly problémám, depressziós vagyok, nagyon-nagyon boldogtalan, nem túl fruskakorú, és nagyon szeretném felkeresni és tanácsot kérni. Köszönöm a bizalmat. Esetleg megnyugvást találni. Igen, igen. Nem tudom, hogy internethez hozzáfér-e. Klára vagyok egyébként. Tessék? Klára vagyok Klára, egyébként. Nincs Klára. Internetem. Nincs, akkor mondok egy telefonszámot, budapesti telefonszámot. Jaj, ahogy szól. Az is nehéz. Take. Hát, akkor mit csinálj? Nem, mindjárt kerít magának tollat és papírt. Csak azt várjuk ki. Igenis. Tehát 061, ez a Budapest, ugye? És 334. Lassabban. 15, 50-es. 061. De azt önnek nem kell írni, hogyha vonalasról hívja. 06 1 tudom. Igen. 334 334 1550 15 50 és akkor igen. Akkor várom majd a hívását. Név szerint doktor Harangozó Judit. Igen, lehet keresni ezen a számon. Lehetek péntekkel, mert holnap nem mindig leszek bent. Doktor Harangozó. Igen. És akkor megharangozza a lelkemet? Hát ilyesmi, igen. Harangozás. Mert nagyon kongat harang. Nagyon-nagyon el van anyátlanodva. Szeretet nélkül. Szeretet nélkül? Volt szeretet, nincs, nem szerelem, egy plátói, legtöbbször telefonbeszélgetések, aki úgy vállalt el engemet, hogy majd az én lelkemmel foglalkozik. Azt a végén én szenvedtem meg. Ajaj, hát akkor ez egy nagy csalódás volt. Hát mi tart még. Aha. Hát érdemes lesz akkor erről beszélgetni tényleg. Igen, igen. Mert ott állok, hogy ha nem volna hitem, öngyilkos lennék. Húha.
Akkor beszéljünk mindenképpen személyesen, vagy telefonon. Pénteken mikor? Hát pénteken tudjuk megbeszélni az időpontot. Most így nem tudom. Ja, pénteken hívjam. Hát pénteken tud ezen a számon utolérni, és akkor valamit megbeszélünk. Jó? Ez körülbelül 3 óra fele. Hát 9 és este 9 között. Reggel 9 este 9 igen, között? Igen, valamikor. 9-től 9-ig igen. Jó. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy telefonált, jó éjszakát kívánok. Van, mama. Hol tartottunk? Most elvesztettem a fonalat. Hát ő két telefonálóban. Igen, igen. Na most a... Na, igen, Gábor arról beszélt, hogy nem... Én így fordítottam magamnak, hogy nem találja a kulcsot. Van kulcs minden esetben? Vagy nem. Valamikor reménytelen? Mi? Hát az, hogy megtaláljam a kulcsot, tehát hogy kell vele úgy kommunikálnom, meg tudom ezt találni, vagy van, amikor ez nem jön be, illetve amire szerettem volna rákérdezni, mert ugye arról volt szó, hogy szereted a kihívásokat, stb. Stb., hogy amikor valami nem sikerül, azt hogy viseled? Mert én azt szoktam mondani, hogy a műsor arról szól, hogy van egy téma, és megpróbáljuk bemutatni a mögötte álló embert, és most ez. Hát... Nem a jó, tehát megpróbálom újra, vagy megpróbálom megérteni, hogyha tehát valami nem halad előre. Ez is része azért a munkánknak, és azt gondolom, hogy nincs olyan dolog, amit biztosan megoldunk. Tehát, hogy nincs olyan kommunikáció, ami az élet minden helyzetére jó, mindig marad azért olyan, amit nem tudunk megnyerni, vagy nem tudunk megoldani. Mert hogy erre nincs sablon. Hát a kommunikációra van meg a terápiákra. Nem a kommunikációra, hanem... Ugyan, hogy viseljük el. Igen, igen. Valamennyire van, mert azért van például a team, a csapat, akikkel dolgozom, ott szoktuk megbeszélni egymás között, amikor valami elakadás, nem csak a páciensek oldalán van, mi is elakadhatunk magánemberként is, segítőként is. És ha valami úgy nem megy, és úgy küzdünk, és akkor rossz érzésünk van, és ezt meg kell beszélni, mert hogy ez vissza is üthet a terápiában. Előnyben vagyunk a többiekhez képest? Miben? Hát, hogy ha melakadunk, hogy akkor ugye tudjuk, hogy... Tehát hát én úgy gondolom, hogy egyrészt a lelki segítőnek van egy csomó tréningje, meg ilyen önismereti dolgok, hogy magunkkal kell azért dolgozni, és hogy többet tudunk talán, vagy tudatosabbak vagyunk ilyen szempontból, de hát azért mindenkit érhetnek csapások, és sokszor a segítők is sebzettek, és sok fájdalommal élnek. Nem sokszor, mindig, nem? Majdnem. Én azt érzem, hogy én nagyon meg vagyok tisztelve azzal, amikor mások megengedik, hogy őket megismerjem, és az ő megoldásaikból én is tanuljak, amikor együtt vagyunk egy ilyen elakadás legyőző folyamatban. Akkor én azt gondolom, hogy én abban kapok sokat, hogy sok ilyet végig, sok ember tisztelt meg ezzel, hogy ebben elkísérhettem, és tőlük nagyon sokat lehet tanulni. Ez kicsit olyan cukros szövegnek hallatszik, de tényleg úgy van, hogy annyi mindent tud az ember a világból szinte, anélkül, hogy ott lenne, és személyesen végig kéne élje, hogy én úgy hiszem, hogy ez gazdagít és segít. Hatig mondod, mint kénytelen leszek elmondani, pedig már mondtam. Az élet azzal kárpótol bennünket, hogy senki nem segíthet úgy a másikon, hogy közben ne segítsen saját magán is. Nem az enyém a szöveg, csak idéztem, nem tudom honnan. Hát ez ma este is így igen, igen, ez ma este is így történt. Hát rövidesen vége lesz a műsornak. Ha volna még valami, amit szívesen elmondanál a nézőknek, akár bátorítás, akár bármi. Talán ez, hogy a rossz körökből mindig ki lehet lépni, és hogy ne adjuk fel, mindig van remény, és van valami, amit megtalálhatunk. Jó kört, kis kurázsival el tudunk sokszor indítani. Kis kurázsi, az az, ami hiányzik? Sokszor kell, mert beleragadunk ezekbe. És csak egy kicsi hiányzik, hogy kilökjön ebből a kátyúból?
Igen, szerintem, tehát amit itt mondtam erről az iskolai történetről, a tanár úr, meg a elkapott levél, ugye, hogy ez egy jó kör, nem? Uh-huh. Ez egy jó kör. Igen, igen. De, hogy de ehhez kellene szülő... azok a pedagógusok, igen, akik ezt így tudják kezelni. Igen, de az ugye? Is kell, hogy, hogy én, mint szülő, mondjuk ne mondjam azt a gyereknek, hogy ne csináld, mert meg fognak buktatni. Ez az én kis kurázsim. Mindenkinek uh-huh. volt benne kurázsia. Hát, az önök ma este dr. Harangozó Juditot látták, ő volt a vendégünk. Telefonáltak is, meg nem is. Köszönjük szépen, hogy minket néztek. Lélek jelenlét legközelebb egy hét múlva. És hát jó éjszakát kívánunk, és most van lehetőséget, hogy elköszönjük. Én is köszönöm a nézők, hallgatók figyelmét és a kérdéseket, és öröm volt ma itt lenni. Köszönöm a meghívást. Reméljük, önök is olyan jól érezték magukat, mint mi. Jó éjszakát kívánunk! Jó éjszakát!